Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok, akik velem vannak, a Dóci Génius, azaz. Ficsor Zoltán, azaz Fifika. És Bifko Krisztián. Mi történt a nagy világban? Mivel kezdjünk? Kezdjük azzal, amit múlt héten a podcast végére hagytunk, és azóta aludtunk rá párat? Igen, én ahhoz visszakanyarodnék mindenképpen, mert ott nem lett minden kérdés körbejárva. Úgyhogy vissza is kanyarognék, ugye? Vártuk, hogy bevett a kanyart. Szóval ugye arról volt szó, hogy egy olyan elképzelés, miszerint májustól, hogyha kötelező érvényűnek tekintik magukra a kereskedők az EU szabályozást, ami ugye elvileg kötelező is rájuk nézve lévén itthoni szabályozás nincsen, akkor akár vissza is tehetőek lennének a boltok polcaira a nikotinos levesek, ha és amennyiben a kereskedők a szabályozás más egyéb pontjainak is megfelelnek, és ugye itt volt egy ilyen nagy logikai csavar, hogy az EU az nem igazán tért ki arra, hogy hogyan is, milyen vizsgálati feltételeknek meg elemzéseknek kellene, hogy megfeleljenek a levesek, és ugye a leves elfogyasztása közben felszabaduló dolgok. Ami egy probléma, mert így viszonylag nehéz neki megfelelni. Úgyhogy a koncepció az igazándiból, mondom, ez egy elméleti történet, a koncepció az az lenne, hogy a kereskedő fogja, visszateszi a nikotinos leveseit a polcra, nyilván egy akkora készletről beszélünk, ami még nem fáj, hogyha 5 perc múlva beront a NAV és lefoglalja, tehát nem 800 milliós likvid készletről van itt szó, és ugye az is teljesen biztos, hogy a NAV valószínűleg lépni fog, és valószínűleg eljárást indít. A dolog lényege az, hogy a jogkövető magatartás felmutatásával igazából megakasztani az egészet úgy, ahogy van. Tehát mind a jogkövetés, mind a jóhiszeműség oldaláról vélhetően megúszható ez a történet, és tele lehet szórni egy marék homokkal a gépezetet. Ennek tényleg az egyetlen egy szűk keresztmetszete az, hogy mégis milyen dokumentációt és honnan szerezzen be a kereskedő ahhoz, hogyha ezt meg szeretné próbálni. És ez a nagy kérdés. Hát amiről beszéltünk az előző podcastben, és háttal nem kezdünk mondatot még, ugye az volt, hogy az lenne az áldásos, hogyha minden olyan forgalmazónak, illetve és vagy e-liquid készítő műhelynek rendelkeznie kéne azokkal, amit talán az előző podcastben a Mystic Peti említett is, hogy neki azért megvannak a dokumentumok, hogy mit tartalmaz, és ő ezzel tudja igazolni a keverékének az összetevőit, amiből valaki valahogyan egy minőséget fel tud állítani. De hogy ez is csak egy iránymutatás, tehát jelen pillanatban nem tudom, hogy kötelez-e is bár milyen jogszabály bárkit arra, hogy ilyennel rendelkezzenek, viszont tök jó lenne, hogyha ez lenne, mert akkor még egy érv lenne a forgalmazók kezében. Hát de ez csak az egyik fele a történetnek, ugye, mert hogy dokumentáció kell arról, hogy milyen anyagokat tartalmaz a likvid, amivel viszonylag kevés anyag van egy likvidben, ezért ez nem annyira nehéz. De nem is az, hogy milyen anyagokat tartalmaz, hanem hogy azok az anyagok, tehát annak legyen valamilyen bevizsgált szakhatóság által jóváhagyott könyve. Most nem mondtam azt, amit... De mi ebben az esetben a szakhatóság? Na hát ez az, minek kell megfelelni? Hát tudod, aminek szeretnéd, hogy megfeleljen. Mit tudom én... Kitalálhatod, hogy nincs benne higany például. Nincs benne higany, igen. De nagybetűvel mindenféleképpen a fejlészre oda kell írni, hogy ez most az EU megfelelőségi bizonyítványa, és ennyi. Egyébként ugye az összetevők meg ismertek, tehát mindenki be tudja csatolni a PGVG, illetve az aroma összetevőit. Hát igen, csak például én ezt úgy gondolnám, mint mondjuk az állategészségügyi normák, ahogy vannak. Tehát ott nem az van, hogy van neked egy sertéstelepedés, és akkor megnézik a papírt, hogy papíron neked 100 egészséges állatod van,
akkor mutasd meg azt a százat, és te kivezet százat, bent meg marad még 30, hanem neked azokkal kell elszámolnod, és szavahihető módon, ugye plombázva vannak például ezek az állatok, de nagyon elkanyarodtunk az eredeti témától, tehát hogy itt is nem az összetevőre, hanem igenis összetevőre, de arra, ami ott nálad van. De mit tudom is én, hitelesítve, le van plombálva, az összetevőnek adott mennyisége ott a raktárban. Nem tudom, értitek-e, mire gondolok. Én értem, és közben eszembe jutott az, hogy itt ugranék egyet a 9-es pontunkhoz, mert az félig meddig ide tartozik egyébként, ha szabad ilyet csinálni. Hát csináljuk. Persze, a 9-es persze, össze lehet kötni a kettőt. Ugye itt nem is az a nehéz ebben a történetben, hogy a felhasznált alapanyagokat, meg az összetevőknek az eredetét és a minőségét bizonyítsák, mert ezt általában aki importőr, annak azt megteszi a gyártó, aki gyártó, annak az alapanyaggyártója muszáj, hogy rendelkezzen ezekkel a papírokkal, hanem az a lehetetlen kritérium, hogy a normál felhasználási körülmények között felszabaduló mindenféle egyéb dolgokat kellene vizsgálni, és itt nincs meghatározva, ugye, hogy mire, mégis mire. És e kapcsán volt a héten Farsalinos doktornak az írás, amiben azt feszegeti, hogy az e-cigaretta piac vajon saját maga ellensége-e, mert hogy már réges-rég össze kellett volna ülni a gyártóknak, kereskedőknek, és közösen összedugni a fejüket, és kidolgozni valamit, hogy mégis milyen irányba menjenek, vagy egy közös álláspontot képviseljenek, mert hogyha csak ülnek és arra várnak, hogy majd egyszer megérkezik valami hatóságtól valami, hogy mit kell csinálni, akkor az egy nagyon kellemetlen meglepetés lesz a végén, hogy mi is lesz abban. Úgyhogy itt például erről, hogyha azért nagyon sok tanulmány, meg nagyon sok vizsgálat készült az elmúlt 2 évben ez ügyben, hogyha a kereskedők, gyártók össze tudnák dugni a fejüket, és kidolgoznának maguknak egy remek kis módszertant, hogy ők mihez szeretnének igazodni, az akár egy remek kiindulási alap lenne, mert legalább egy egységes álláspontot tudna mutatni. Ez két részből kéne, hogy összeálljon. Az egyik rész az, amiért támadják az e-cigarettát, azokat az összetevőket, illetve káros anyagokat kéne kimutatni. A másik pedig az, hogy ugye előre kéne menekülni a gyártóknak, és felállítani egy saját standardet ebben a dologban, és már ezzel lehetne a hatóságok elé menni, mert abból semmi jó nem fog kisülni, hogyha olyanok állítják fel ezeket a normákat, akik egyébként meg nem szereplői, nem résztvevői ennek a dolognak, és nem is értik, igen, hogy miről szól. Tehát, csak pont a Farsalinosnak a tanulmányában volt ugye az is, hogy igazából a gyártókkal sincs fejben sem rendben a dolog, mert nem tudják igazából ezek a gyártók sem, hogy mit kéne ellenőrizni, és hogy kéne ellenőrizni. De nincsenek meg a protokollok. Egyszerűen ugye egy kolbász gyártáshoz van egy protokoll, hogy mit kell tartalmazni a kolbásznak, és mit nem tartalmazhat a kolbász. Ugyanígy meg kell határozni a likvid előállítási folyamatoknál is a protokollt. Mit tartalmazhat, illetve mi az, ami kerülendő. Egy csomó dologról tudjuk már, hogy mi az, ami kerülendő mondjuk a likvidben, mi az, ami káros, esetleg volt már belőle botrányos történet is. Egyszerűen tényleg az kéne, hogy egy nagy összefogással ezt a standardet pont az iparági szereplők állítsák föl, és menjenek elébe annak a történetnek, hogy teljesen dilettáns. Még csak azt sem mondhatom, hogy rossz indulatúak, hanem hogy teljesen dilettánsok állítsanak föl protokollokat ebben az iparágban. Most már mondhatjuk ezt egyébként, mert azért elég nagy forgalmat bonyolít le az e-cigaretta likvid előállítása világon. Szerintem azért azt a pár pontot például értelme lenne kihangsúlyozni, most ezzel kapcsolatban jutott az eszembe, ami nemrég a nagyon friss, és most szeretnék mindenkit kérni akkor, hogy friss, ám de kevés követővel rendelkező FV Magyarországnak a Facebook oldalán jelent meg, és néhány nagyon egyszerű, viszont annál közérthetőbb pontja van
egy képen összeszedve, tehát ott le van írva, hogy 99%-kal kevésbé káros, mint a dohányzás minimum. 3 hónapnyi dohányzással ér fel egy egész életen átfolytatott e-cigarettázás becsült kockázata. Megközelítőleg 10 millió európai dohányos már e-cigarettára váltott. És a leglényegesebb, az a mostani helyzet, ami van, egy, én azt mondtam volna, hogy szarul, de itt az van csak, hogy pongyola módon előkészített EU szabályozás miatt veszélybe került az egész jelenség jövője. És ez a 4 pont nagyon szépen megfogalmazza azokat a dolgokat, ami mellett ki kéne mellszélességgel állni. Annak a 10 millió, hát most csak az európai emberről beszélek, és azoknak az embereknek az egészségéről. Így van, és mindenkit csókoltatunk egyébként, akik azon aggódnak, hogy a fiatalok e-cigarettát fognak használni. Tegyünk már egy picit rendet a fejekben, tehát jobb lenne, ha dohányoznának? Az az egyik. Ugye beszéltünk a valamelyik legelső adásban is Krisztiánnak a testvéréről, aki majd, ha egyszer 18 lesz, Krisztián áldásával. Addig meg szívjon cigarettát. Addig szívjon cigarettát, mert hiszen az legális. Igen. Ezeknek a számoknak, amiket az előbb felolvastál, ez fontos hozzátenni, mert általában ezt szokták egyből betámadni az ellenzők, hogy akkor azt mondjátok, hogy ez egészséges, nem mondjátok már. Nem mondjuk. Mindenki szeret elfeledkezni arról, hogy az alapvetően dohányos emberek számára gyártott történet, és a dohányzás kockázataival összehasonlítva érvényesek ezek a számok. Igen, tehát ott szépen tisztán le is van írva. Tehát nem az van, hogy 10 millió európai e-cigarettás van, lehet, hogy sokkal több van, lehet, hogy csak kicsivel van több, de 10 millió európai váltott dohányról e-cigarettára, azért nem mindegy. És az a 10 millió európai fölfogta az előtte 2-vel sorolt pontokat. Jutott eszembe számtalan szebb-nészebb gondolat, tehát ez nagyjából úgy lehetne kisarkítani ezt a dolgot, mint hogyha 10 millió tömeggyilkos áttért volna videójátékra. Igen. Ez egy érdekes hasonlat. Gondolkoztam azon, mert... Pontosan azért sarkítottam ki ennyire ezt a dolgot, hogy érezzük ennek a súlyát. Tehát vagy hagyjuk őket tovább gyilkolni, vagy ennek alternatívájaként üljenek le a képernyő elé, és lövöldözzék a semmit. Tehát nagyjából ez a helyzet most az e-cigarettával is. Hát, tudjátok, tehát... én azt nem értem igazán, már az elejétől fogva nem értem, de lehet, hogy csak én vagyok ilyen egy-egy sejt, hogy millió és egy, de ne csak millió és egy, csak 3 darab legális, mérgező, káros szenvedélyt soroljunk föl. Mondok egyet, eszembe jut dohányzás, mondok még egyet, alkoholizmus. Mondok egy harmadikat, az határeset lehet szerintem koffeinfüggőség. Na most akkor, tehát ott is én döntöttem el 15 éves koromban, hogy nagyfiú leszek és dohányzom, mert hát azt tudtam már akkor is, hogy kátrány van benne, és nem leszek tőle egészségesebb, de akartam. Most ennek alternatívájaként én eldöntöm, hogy szeretném a káros, de egészségesebb alternatíváját választani ennek a szenvedélynek, a nikotin bejutatásának a szervezetembe, és valaki azt mondja, hogy már pedig nem, mert ez káros. Hát káros, káros, hát olyan sok mindenbe bele lehet dögleni, abba is bele lehet dögleni, hogy elindulok reggel a munkába. És valaki előtt. Na. Szóval, mint egy kicsit kizárnák az embernek az önrendelkezési jogát. Hát, és teszik ezt úgy, hogy ugye mindenféle vélt jövőben talán megtörténő dologra alapozzák az egészet, hogy mert majd a gyerekek e-cigarettázni fognak. Ez egy kicsit olyan, mintha betiltanák a gépjárműveket, mondván, hogy valakit biztos el fogsz ütni. Ez,
Ez nagyon jó egyébként, hogy mondod ezt a gyerekes történetet, mert majd beteszek a show notes-ba, találtam egy linket, ahol a Dallas Fort Worth-i weboldal, a MyFox DFV-n arra hivatkoznak, hogy egyel több fiatal szokik, vagy bocsánat, egyel több, hát még ha csak egyel több, de hogy egyre több fiatal szokik rá véleményük szerint az e-cigarettázásra, mert ez annyira mainstream, vagy ez annyira trendy, vagy mert ez divat, és hogy belenőnek ebbe az egészbe, és jönnek ezekkel a szokásos sablon dumákkal, amit már annyiszor, de annyiszor elismételtünk. Kapudrog. Kapudrog, de... Ezeket egyébként rendre, azt hiszem az FDA-nak, vagy valami FDA közeli szervnek, de nem akarok hülyeséget mondani, volt egy felmérése, ami hasonló volt az itthoni felméréshez, ami igazándiból egy kicsit úgy alakította a számokat, hogy nekik legyen jobban igazuk, tehát azt elfelejtik általában ezekben a tanulmányokban közölni az illetékes hatóságok, hogy ezek a gyerkőcök alapvetően már dohányoztak. Azt tegyük hozzá, aki nem tudná esetleg, hogy az FDA az a Food and Drug Administration-nek a rövidítése. Rövidítése, igen. És hát ugye, mint tudjuk, van kis hazugság, nagy hazugság és statisztika. Igen. Mindent be lehet bizonyítani, és annak az ellenkezőjét is. Igen, igen, de nekem ebben az a nagy kedvencem, hogy igazából amikre eddig hivatkoznak, és ugye amit az EU is felhasznált, amitől teljesen berezzeltek, és úgy döntöttek, hogy nagyon korlátozni kell az elektromos cigarettát, az, hogy igazából ezek mind-mind föltevések, amit a mai napig senki nem bizonyított, hogy ez valóban így lenne. Tehát egy teljesen elképzelt, képzeletbeli valamire próbálnak előre reagálni. Hogyha ez kicsit, minden termékkel... Kicsit fordítva olyan, mint a sportban a... Mi az, mikor nem drogtesztet végeznek, hanem... Doping vizsgálat. Doping. Ott kicsit futunk, nem mi futunk, hanem az ellenőrök futnak a technológia és a technika után, az egyre újabb és újabb szereket próbálják megtalálni, és aztán tiltani. Itt meg mi van? Itt először tiltunk, és aztán bizonyítsa be valaki az ellenkezőjét. Szerintünk ez káros. Ez pontosan olyan, mint az e-cigaretta, tehát olyan, mintha a döntéshozóknál most ez lenne a mainstream. Tehát, hogy valakibe rúgjunk bele, azok az e-cigarettások legyenek. Most ez a trendi. Én nem akarok itt összefüggéseket látni, de elegánsan átugrottunk a kettes pont felett, az pont ide kapcsolódna egyébként. Új, igen. Gyógyszermafiózó, egészségvédő non-profitok. Non-profitok, azt ugye természetesen tegyük erősen, erősen bold, dőlt, aláhúzott macska köröm közé. Igen. Megfigyelhető az a tendencia, és pont a héten volt ez ügyben egy cikk, megfigyelhető az a tendencia, hogy általában az elektromos cigaretta kérdése fölmerül, akkor a dohányzás ellenes non-profitok, azok abszolút kivont karddal ágálnak az elektromos cigaretta ellen. Tehát igazándiból azok a non-profit alapítványok, szervezetek, stb., akik kitűzött célja az, hogy csökkenjen a dohányosok száma, és ezáltal a dohányzás miatti korai halálozás, vagy idő előtti halálozási statisztikák is csökkenjenek. Ez a kimondott céljuk. Ők szinte egytől egyig támadják az elektromos cigarettát teljesen értetetlen módon. Egészen addig, amíg az ember meg nem kapargatja ezeket a non-profitokat, hogy honnan is kapják a működésükhöz szükséges tőkét, és pont a héten jött az amerikai tüdőszövetség, ami egy rendkívül jó név, tehát az American Lung Association-nek jött ki róluk egy cikk, ami a Pfizer-nek egy statisztikáját, éves statisztikáját, a Pfizer ugye egy hatalmas gyógyszergyártó koncern, nemzetközi cég, és nekik egy statisztikáját mutatták be, hogy mire költenek pénzt éves szinten, és kijött, hogy az American Lung Association-t éves szinten a Pfizer mindössze 900 000 dollárral támogatja. Igen, azt a számot én is néztem, hirtelen elkezdtem mögé rakni a nullákat. Ami egy ez a dollárban, USA dollárban, 100 000 hiány 1 millió USA dollárral támogatják évente ezt a
szövetséget, ezt a tüdőszövetséget, a Pfizerék, és az a tüdőszövetség természetesen minden követ megmozgat, és tűzzel, vassal próbálja írtani az elektromos cigarettát, és tőlük is jönnek ki ezek a szokásos közlemények, hogy nem tudjuk, és mi akkor, van benne, nem ajánljuk. Jaj. De akkor tegyük hozzá, hogy miért is aggályos ez a történet, mert hogy a Pfizer a gyártója, ha jól olvastam, ennek a Chantrix and Nicotrol nevezetű inhalátornak, ami a leszokás segítő eszköz lenne, viszont én itt olyan szavakat látok, mint öngyilkosság, ügyfelek elvesztése, és nem kevés. Hát kettő dolog fémjelzi igazából a gyógyszer cégeket mostanában a dohányzásról való leszokás terén. Ugye két fő vonal van, az egyik a gumi, rágógumi, tapasz, stb. Ilyenek, amik már régóta léteznek, és ahogy a statisztikák azt mutatják, igencsak kifújt már a szél a vitorlájukból, és nagyon-nagyon nem hatékonyak, és nagyon nem használják az emberek. Tehát úgy elfogyott ezekből a történetekből a lendület. A másik nagy vonal pedig ugye a gyógyszeres leszoktatás, amivel meg az a probléma, hogy ahogy ez a cikk is említi, hogy a legtöbb ilyen gyógyszeres leszoktató megoldásnak elképesztő mellékhatásai vannak, többek között az általad említett öngyilkosság, hogy valami irdatlanul káros történetekről van szó. Hát és ugye itt, hogy megértsük az összefüggést, az Amerikai Tüdőszövetség gyakorlatilag a támogatásáról biztatja az embereket, hogy e-cigaretta helyett használják ezt a Chantix és Nicotrol nevezetű inhalátort úgy, hogy kimutatható százalékosan az öngyilkossági ráta. És most az öngyilkosság alatt ne azt értsük, hogy mert neki annyira hiányzik a cigi, hogy leugrik a 48-ról, hanem olyan szereket tartalmaz, amelyek depressziót okoznak, kilátástalanságot érez, és ezért úgy gondolja, hogy ez lehet a végső megoldás. Hát nyilván itt a nikotinról való leszoktatás lenne a cél, tehát ezek a gyógyszer, nem nincs szívem gyógyszernek nevezni, mert igazániból nem gyógyít, hanem pusztít szerencsétlen. De hát hogy... végül is, ha úgy vesszük, hogy ha meghalt, akkor nem dohányzik, tehát gyakorlatilag akkor valamilyen szinten, de hát ez nagyon morbid. Igen, igen az. Tehát igen. Hogy úgy tudnak ezek cseppélyükörni. Igen, tehát ezek a dolgok úgy tudnak csak működni, hogy elkezdenek drasztikusan belezavarni az agyban található receptorokba, ami, hát, mint a számok mutatják, nem annyira jó ötlet. Na most már, ha itt tartunk, azért megleplek benneteket, mert ezt nem írtuk be a show notes-ba. Feliratkoztam annak idején az Ellen Carr központ hírlevelére. Ismeri valaki ezt a történetet? Találkoztam velük, igen. Jó, tehát így kezdődik az egyik hírlevelük. Fontos, ha még nem töltötted ki az igényfelmérőt, az utólagos részletfizetési lehetőséggel kapcsolatban vasárnap estig mindenképpen tedd meg. Mivel folytatódik? Miért káros az e-cigaretta? Csodálatos. Tehát kedves Zoltán, egyre többen fordultak hozzám az elmúlt időszakban azzal a kéréssel, mit gondolok az e-cigarettáról? Vajon lehet-e kímélni vele a tüdőnket és a környezetünket? És főképp le lehet-e vele szokni a rendes cigiről? Tehát nyilván nem iratkoztam fel a részletfizetési programra, tehát fogalmam sincs, hogy egyébként ingyenesnek hirdetett leszoktató anyaghoz még kell nekem részletfizetésre jelentkeznem. De itt leírja az e-cigaretta történetét, és jönnek a sablonok. Az e-cigit kipróbáló fiatalok sokkal inkább hajlamosak a normál cigire is rászokni, mint az e-cigit nem használók. A cigarettázó tiniknél kisebbnek bizonyult a dohányzásról való leszokás valószínűsége. Az eredmények, de hogy honnan veszi őket, azt nem tudjuk. Tudományos. Arról tanúskodnak, hogy az elektromos cigaretta inkább súlyosbítja járványszerűen terjedő dohányzást a fiatalok körében, annak visszaszorítása helyett.
Hát itt megfordítják ebbe az egész statisztikát, ugye, mert azt tudjuk, hogy a fiatalok körében a dohányzás mindig is járványszerűen terjedt, ez sajnos így van. A fiatalok jó nagy része ezt ki fogja próbálni, és ezek mindig azt felejtik el hozzátenni, hogy azok a fiatalok, akikről beszélnek, azok már dohányoznak. Tehát ez az összehasonlítás, hogy mihez képest, ahogy te is kérdezted, mihez képest szarabb a leszokási esélye a nem dohányoshoz képest? Hát, igen. És ugye csak a lényeget összefoglalva, a vége, az e-cigi egy zsákutca. Ez az én véleményem. Mondja. Elemkár véleményem. De visszaírta nekik valamit, hogy nekem meg az a véleményem, hogy egy retardált hülye vagy. Hallgatás, beleegyezés? Elkalandoztak a gondolataim, hogy hogy GVH-nál, vagy most nem tudom, hogy manapság nemzeti minek hívják a versenyhivatalt, de hogy mivel nem nevez meg konkrét márkát, meg ilyesmit, így nehéz, de hogy ez hát annyira tiszt... Hát az NMHH-nál be lehet próbálkozni vele. Ez rendkívül tisztességtelen piaci magatartás, amit a tisztelt úriember cége folytat ez ügyben. Higgyétek el, nem lesz messze az, majd mikor ugyan a levél, hogy meghalt az ismerősöm, benne van a link, szia, Júlcsi, küldöm neked. Ha ő is ezt szívta volna, akkor még mindig élne. Na, szóval... És egyébként most ezen jókat derülünk, de például itt van megint, én mindig ezeket a hülyeségeket találom meg. Tehát én jót sose találok ezen a rohadt interneten. Long Beach-en kitiltották az nem csak, hogy az e-cigarettásokat, hanem az e-cigaretta üzleteket is. Be lett tiltva a forgalmazása. Tehát gyakorlatilag Dél-Kaliforniának a legdurvábban szabályozott területe Long Beach, ha valaki oda szeretne menni mondjuk a napos partra henyélni, az hagyja, hogy ne fújja a füst, de ne is keressen olyan boltot, ahol tudna ilyet venni. Elő se vegye a zsebéből. Hát, ha nem kobozzák el rögtön leszállás után. Nem, nemzeti e-cigi bolt sincsen, szóval azért az már aggályos. Majd az Isten állatkert, elképesztő, hihetetlen. De az a jó ebben igazából, hogy a számokat megnézzük, ez nem lesz örök ki. Tehát ez most tényleg 5 éve van e-cigi, tehát ezt még sosem mondtam, pedig ez nekem nagy kedvenc témám, hogy itt vannak a közegészségügyi szakértők, itt van mindenki a tüdőszövetségtől kezdve az anyám kínján át, és mindenki támadja az e-cigarettát. Most 5 éve, legalább 5 éve létezik ez a jelenség, még ha nem is volt annyira elterjedt. Addig nem izgult senki a testi egészségünkért. Le voltunk tojva. Most mi történt hirtelen? Szerintem ezt is úgy kéne, mint a cigarettát, hogy most hagyjuk a francba az e-cigarettát, aztán majd térjünk rá vissza 50 év múlva. Hogy akkor, mert akkor így már kimutatható hatásai is vannak akár. És tudod mit? Akkor azt mondom, hogy jó, próbáljatok bebizonyítani, és ha sikerül, akkor mit tudom is, én akkor leszek 92 éves. Akkor leszokok az e-cigarettát. Igen, 92 évesen már azt mondom, hogy nem veszek több modot, meg aksit, tojok rá. Ezzel az a baj igazándiból, hogy az elektromos cigarettát ellenzőknek egyetlen egy olyan mondat van, ami igaz az összes állítás közül, és az pedig az, amit mi is tudunk, mindenki tudja, nem ismerjük az elektromos cigaretta hosszú távú hatásait. Erre jön általában az ugye, hogy pontosan tudjuk, hogy mi nincs benne, és épp ezért egészen egyszerűen könnyedén belátható, hogy lényegesen kevésbé káros, drasztikusan kevésbé káros, mint a cigaretta, és az én saját nyomorult döntésem, hogy élni kívánok ezzel a kockázattal, hogy nem ismerem a hosszú távú hatásait. Amit az előbb mondtam, hogy pontosan, hogy döntsem már én, hogy mi az, amiben bele akarok dögleni. Akarom-e, hogy kisebb kockázattal éljek? Gyakorlatilag ennyi a kérdés, mert hogy valószínűleg van valamennyi kockázata, van, de mindennek van kockázata, csak akarom-e, hogy kisebb kockázattal éljek. És hogyha én úgy döntök, hogy igen, akkor ezt a döntésemet legyenek olyan kedvesek, tartsák tiszteletben. Most én is lobbizhatnék egyébként a műszaki cikkeket gyártóknál, hogy sok a lakásomban az elektroszmog.
Azt abban még sincsen balhé. Na, hát ez egy ilyen dolog. Tiltsuk be a wifi-t. Tiltsuk be a kocogást. Ezek jó dolgok, tiltsuk be őket. Tiltsuk be a kerékpározást is, és akkor megint dagi lesz Kuzi. Megint felszed 40 kilót. És csak a gép előtt fog ülni, és nekünk fog készíteni modokat. Szerintem ez a jó út. Se. Fölmérgesítettük magunkat megint. Pedig van még. Szúszá! Milyen jó lesz, hogy kitombolod most magad egy órában, és utána a nyugalom szigete lesz a körülötted levő kis mikroközösség. Falevél vagyok a szélben. És kifúj. A NAV vagy az egészség lobby. Hol tartottunk, mert már annyi pontunk van, meg úgy ugráltunk itt, mint finga gatyában. Én teljesen tiszta vagyok azzal, hogy hol tartunk most. Most jön az, hogy nem akar betöltődni az oldal. Van még egy érdekes, addig mondom én. Találtam egy jópofa kis infografikát, hogyha valaki nem lenne tisztában azzal, és azt hinné, hogy ez egy ilyen új mostani tőről fakadt virághajtás, ez az egész e-cigaretta, és most látja benne mindenki a bizniszt. Ez tulajdonképpen egy infografikán gyönyörűen van szemléltetve, hogy ez nem, ne tévesszük el, ez nem 2006-ban, nem 2008-ban, nem is 2 éve. Ez igazából ezek az elektromos pároloktatók, vaporizátorok, ki hogy szereti hívni, 1927 óta próbálkoznak valami hasonló történetekkel, és majd berakom a show notes-ba, mert hát igazából nagy nyelvtudás sem kell hozzá, hogy az ember végig szaladjon ezen a alig 100 éven, és gyakorlatilag, ha azt nézem, akkor ez az igazi történet az valahol 2003 környékén robbant be, tehát már több mint 10 éves. Megnéztem az 1927-es szabadalmi leírást, elérhető a neten, és ugye Joseph Robinsonnak hívják az úriembert, aki ezt az Electric Vaporizer nevű eszközt levédette annak idején, és 30-ban már gyártotta is. Gyakorlatilag az egy elektromos inhalátor. Nagyon bizarr, tehát olyan fallikus elektromos cigaretta, arra már érdemes lenne egyébként módot építeni. Akkoriban minden nagyobb volt. Kvázi egy vízipipa kinézetű eszköz, tehát külön van egy tartály az asztalon, erre egy ilyen ráakasztható, hát a Korbács 2 mód elődje gyakorlatilag, egy ilyen ráakasztható szopóka, de nagyon bizarr kinézetű. Tapnó komment, a Korbács 2-t be fogjuk rakni show notes-ba, csak hogy lássatok, hogy mi az, ami itthon terem. És hát gyakorlatilag azonnal párologtatta ugyan még akkor nem likvidet, hanem valamilyen folyadékot, ami különböző gyógynövényeket tartalmazott. De mindenféleképpen érdemes megnézni. Tehát egy ilyet építeni kell. Már csak az a tisztelet miatt is. És így gyönyörűen követhető ezen az infografikán, hogy honnan és hogyan terjedt tovább az e-cig, és 2009, amikor már 1,7 millió. Milliárd dollár. Uff. Ez brutális. És egyébként én úgy tudom, hogy az egyik tagunk a legrégebben magyarországi e-cigarettázó, a Szent Atya. Tudjátok, kiről van szó? Igen. Csak várom, hogy te mondd ki. Szent Atya Jani.
nem mondom ki az igazi nevét. Tehát ha valakit érdekel a történet, akkor kérdezze meg őt a fórumon. De én úgy tudom, hogy az egyik legrégebben csak e-cigarettát használ, és szerintem ilyen 5 éve e-cigarettázik ő. Tehát mindenféleképpen, mint vizsgálati alany, jó lenne az e-cigaretta káros vagy nem káros hatásait szemléltetve. Tehát ő még ilyen e-szivarokat tesztelt annak idején. Az pedig nem most volt. Jó, ugorjunk. Mire szeretnéd, hogy ugorjunk? Hát mi maradt még ki? Jó, én az félig FDA véleménye van még itt. Az FDA véleménye, igen, a videó formájában ott csak azon ment itt az ötletelés, itt a Krisztiánnal előtte nézegettük, illetve hát én már előbb is megnéztem. Kicsit félrevezető lehet, tehát ez ugyanaz a történet, hogy most mit vizsgálok és hogyan, tehát mit akarok kimutatni, és mihez fűződik érdekem, tehát ezt nagyon meg lehet ezt a videót úgy is rágni, hogy sőt, ezt csak úgy lehet megrágni, hogy ez tulajdonképpen ez mennyire káros ez a történet, meg hát azok a készülékek, amik ott a videóban szerepelnek, azok is még ilyen első generációs vákumkapcsolós történetek, és gyakorlatilag úgy vonták ki belőle a hatóanyagokat, ahogy abszolút életszerűtlen, tehát lombikba, vákummal leszívva, folyamatosan járatva az e-cigarettát, illetve a vákumkapcsolót, és ezért így lefejtve gyakorlatilag a füstöt róla. Ebből készítettek egy eszenciát, és így mutatták ki, hogy ez egy baromi jó ötlet, nem lehetne ezt palackozni egyébként? Itt ez a palackozott budai levegő után, most jönne már mindig ez jön a számra, hogy a vadmálna ízű levegő. Van fönn a neten egy érdekes videó. Most jutott eszembe, hogy néztem ezt az FDA-s videót. Semmi más nem áll a két srác, mint egy ilyen egy literes palackban két-két deci vizet. Az a vákumos történet? Nem, két-két deci vizet raktak. Az egyikbe cigarettafüstöt fújtak, tehát gyakorlatilag két deci víz és fölötte a füst, a másikba pedig e-cigiből fújták ugyanúgy tele a palackot. Lezárták és összerázták. Megdöbbentő a különbség a két víz között. Ugye az e-cigarettás az abszolút tiszta maradt, a cigarettás az pedig besárgult. Pedig az azt hiszem 3 slukkot tudott a srác belefújni a palackba a cigarettából. Azt a kísérletet azt láttad, amikor azt láttátok? Igen, azt is, amikor átvezették. Szerintem az még szemléletesebb volt ilyen szempontból, mert ott egy egész szál cigi átment a papíron, és ott a kátrány az fenomenális módon láthatóvá vált hirtelennyében, az, amit az ember belélegzett. Jó pofák ezek a homemade kísérletek egyébként ilyen szempontból, tehát tudományos alapja nagyjából a nullával vetekszik, viszont roppant szemléletes. Hát nyilván, mint kísérlet azért szemléletes, mondjuk annyira nem rossz, mint a, tudod, ez a vízbontós dolog, amikor oda mennek hozzád, és akkor megmutatják, hogy milyen ronda a csapvíz, amit iszol. Igen. És előveszik az ő csodaszűrőjüket, és akkor utána nem lesz az, és fú, és nagyon. Tehát ez tény. Itt ebben nincs semmi trükk, nyilván az egyik berettető sok a káros anyag, a másikból pedig alig. Na, de hát ezt már
szerintem ezerszer túlbeszéltük. Én azt felejtettem, mert félig félbe maradt egy mondani valóm, hogy én igazából nagyon bizakodó vagyok, és azon gondolkozom, hogy az elmúlt másfél évben, mióta itthon ez az elképesztő áldatlan helyzet van a nikotinos utántöltőket illetően, mindettől függetlenül sorra gyarapodott az e-cigarettások száma, itthon is, meg a világban is, hogy hiába ez a sok hülyeség, ami, és rémhírterjesztés, meg az akadályozni próbálkozás, azért hál' Istennek elég sokan találkoznak újak az e-cigarettával, és csapnak bele, úgyhogy előbb-utóbb el fogjuk érni azt a kritikus tömeget, amikor már nem nagyon cincálhatnak minket, mint foki a lábtörlőt. Hát lehet, hogy ez nem holnap lesz, de... Kritikus tömegről jutott eszembe. Hát lehet, hogy nekünk is egy critical mass-t kéne indítani, csak most nem két kerékkel kerékpáron, hanem pöfékelve évről évre egyre többen sétálnánk végig a körúton. Hát én ebben nem hiszek. Én sem, de a kritikus tömegről ez jutott eszembe. De megragadom az alkalmat, hogy szóljak róla, hogy ne legyen már ilyen elképesztően passzív a tisztelt elcigis társadalom, mert amikor van egy találkozó, van egy demonstráció, van egy felvonulás, vagy bármi, elképesztően kevesen jönnek mindig, és ez teljesen rossz. Tessék fölvállalni, és tessék velünk tartani az ilyen alkalmakkor, tudjuk már megmutatni, hogy igenis sokan vagyunk. Jó, csak akkor az is valósuljon meg, hogy mindenkit szeretettel várnak. Név nélkül mondtam ezt. Ez se ügyes, úgy. Mindenkit szeretettel várunk. Nem mi, tehát nem te személy szerint, hanem mit tudom is én a szervező. Ha már itt tartunk, hogy egység és erő, azt a legjobban úgy tudjuk demonstrálni, hogyha az F-is kezdeményezést minél többen aláírják. Mondjuk még egyszer akkor gyorsan. Facebook FV Magyarország. Csatlakozni. Azon a Facebookos oldalon is ki lehet már szépen tölteni a kezdeményezésnek a petícióját. Zárója bezárva. És hát vannak nekünk olyan irodalmi magasságú, nem, bocsánat, rosszul fogalmaztam. Én szeretnélek fölvezetni a... Irodalmi, nem, ezt hagyj vezessen föl. Tehát irodalmi magasságokba törő volt, vagy még mindig ritkán pöfékelő társaink, fórumtársaink, akik... nek a tevékenységét én rettentően imádom, még ha ezen sokan annak idején megsértődtek is. Ugye ott van Hall barátunk, és az igen-igen veszélyes tekerés Danyer, vagy Danger Coil, aki az észak... Kol? Csak Kol. Kol, jó. Aki az Északi Átjáró című eposzt jegyzik, és én nagyon-nagyon nagy és hűséges olvasójuk vagyok. Ő föltett egy kérdést, nyilvánvalóan az egyesületnek címezve az FV aláírásgyűjtéssel kapcsolatban. Abszolút egyetértek egyébként azzal, amit ott leírt, és hát nyilvánvalóan mi is érezzük a veszélyét annak, hogy nem fogja a megfelelő számú aláírás. De folyamatosan teszünk is azért, hogy összejöjjön. És akkor nem tudom, Krisztián, akarod-e mondani, hogy miket csináltunk kvázi egyesületként, illetve az egyesület tagjai miket végeztek ebben az ügyben? Hogy összejön az aláírás? Fú, elkezdem, aztán folytasd kérlek, jó. Mert az a jó az FV-ben, hogy egy idő után elkezd önálló életet élni, és egy csomó olyan dolog történik, amiről én se tudok, és csak úgy történik. Úgyhogy simán lehet, hogy nem tudok mindenről, ami nem is baj. Először is ugye az egyesület és a Charlie együttműködésével lett fölvéve az a videó, amiben személyesen kérek meg mindenkit, hogy írják alá, és miért írják alá.
Aztán, ha jól emlékszem, Gőz Dudáék, a kis névjegykártya méretű szórólapot irgalmatlan mennyiségben legyártották, és szétszórták mindenfelé, hogy mindenkinek lehessen adogatni. Ez a jövőben lesz, de elvileg fogunk kimenni az utcára és aláírás gyűjteni majd, és akkor folytasd kérlek, mert én már teljesen bőségzavaromban. Megszakadtunk. Jaj. Tehát én semmit nem hallottam abból, amit mondtál. Nem már. De ebben a pillanatban jöttem vissza. Charlie, megvan? Persze, itt vagyok. Említette Krisztián a közös gyártmányú FWIS videót, amin fölkérte a társadalom tudatosabbik részét, hogy tegyék meg voksukat, illetve megemlítette Dudusnak az embertelen és már-már... Adásunk nem ért véget. A beszélgetés további részét a weboldalon, vagy a podcastre feliratkozva tudod meghallgatni. A műsorban elhangzott linkek megtalálhatóak az adás oldalán, melynek címét a leírásban találod.